Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy express szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirjen számára. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged. Te szeretnéd tudni, hogyan tovább a szerelmi élet területén, mi az, amit ő szeretne közölni veled? Ezt megnézzük ennél az express szív jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Az ötös szám jelentheti azt, hogy ő valamit lezárt, befejezett, elérte a céljait, és ő keres egy új lehetőséget. De ez az ötös szám jelentheti azt is, hogy mások hatnak rá. Mint ahogy a képen látható, ez számára kellemetlen. Ezek viták, veszekedések, kihívások. Vannak félelmek is, és azon át szeretné tenni magát. Mi az, amit ő gondolatban foglalkoztat, azt mutatja itt ez az arany érem. Természetesen lehet ez az anyagi dolgokat illetően, a munkahelyét illetően is, viszont ez az arany érem szimbolizál értékeket. Az ő magabiztosságát, az ő személyes értékeit, a belső értékeket is, azon kívül a te értékeidet, az, hogy mennyire értékes számára ez a párkapcsolat. Mivel itt egy éremről van szó, itt ez lehet egy ilyen magánvállalkozás is, és oda kell most ez a befektetés. Az érzelmeit itt a halál mutatja. Természetesen előfordulhat ilyen a családban, hogy valaki meghalt, és szomorú, vagy vannak ilyen örökösödési dolgok, és az anyagiak állnak a középpontban, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a kép arra utal, hogy ő valamit le akar zárni. Mivel itt érzelmekről is szó van, van benne egy kis szomorúság is, de azt is jelenti, hogy átteszi magát a félelmein, és ez most le van így zárva. Hogy közeledik hozzád? Mi az, amit ő nyitottan mondana neked, vagy jelentheti azt is, hogyan beszél rólad másoknál? Ezt mutatja itt ez a mágier. Itt van egy mágikus vonzó erő köztetek. Ezt ő tudja, erről beszélni is fog, és mi a szív üzenet, amit ő ugyan szívesen kimondana, de nem beszél erről. Megnézzük a titkokat, azt mutatja itt az erő. Te adsz neki erőt. Ezt ugyan nem mondja ki, de elvárja tőled, hogy légy erős, várj rá, bízzál benne, és ha visszatér, akkor te adod számára az erőt. Mi az, amit hiányol, amire szüksége van, és vannak ezek a vágyai, hogy te ezt kimutasd számára, azt mutatja itt ez a kép. Itt az aranyérmék utalnak az anyagiakra, a munkahelyi dolgokra. Ez a kép mutatja, itt minden rendben van. Persze mutatja belső értékeket is. Ez arra utalhat, hogy elvárja tőled, hogy tegyél mindent rendben a munkahelyed és az anyagiak területén is, és értékeld őt, amit ő kínál neked,
De az is lehet, hogy nálad minden rendben van, amit ő kedvel, de esetleg nála nem így van, és ő nem tudja ezt biztosítani, az anyagi biztonságot, ezt a rendezett életet, egy magáncéget, vagy sikereket a munkahely területén, és ez így hiányzik kettőtök között, illetve ő tekinti ezt így, hogy ez hiányzik. És mi az, ami kettőtöket összeköt, azt mutatja itt a csillagkép, egyrészt szerencsét hoz, másrészt jelentheti azt is, hogy mindez meg van írva a csillagokban, tehát egy sors kapcsolat, ahol itt döntések lesznek, lesz egy sors fordulat, mégpedig úgy, ahogy a csillagokban megvan ez írva. Én megkérdezném az Ingát, szeret ő téged? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Ha az Inga balra mozdul ki, akkor az azt jelenti, nem, ő ezt lezárta, ő nem szeret téged. Ha az Inga megáll, akkor légy türelmes, mert egyelőre megállnak az események, és nem lehet tudni, hogyan tovább. Először olyan bizonytalanul, lassan indult meg az Inga jobbra, ez mutatja, hogy mi következik, viszont kimozdult nagy körrel a jobb irányba, és így fognak alakulni a dolgok. Először egy kis bizonytalanság, de ő visszatér hozzád. Kedves Mirien, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!